Legutóbbi ülésén a képviselőtestület arról döntött, hogy újabb sportcélú pályázatokat nyújt be. A TAO program olyan szervezetek projektjeit finanszírozza, melyek a látványsportokat támogatják. Az önkormányzat a Maléves C-vel és a Városgazda Utánpótlás Akadémiával együttműködve 6 program megvalósulására nyújtott be pályázatot. Az infrastruktúra fejlesztésekről beszélhetünk. Igyekeztük megvizsgálni azokat a telephelyeket, már megvalósult műfüves pályákat, amelyeket tovább kell fejlesztenünk. Itt gondolok konténeröltöző építésekre, közműfejlesztésekre, lelátóépítésre. A Kastély-Dombi uszoda, valamint a Gulner általános iskola műfüves sportpályáinak felújítására is pályázatot nyújtott be az önkormányzat, valamint az akadémia. Itt a konténeröltöző és közműkiépítés mellett biztonsági kerítést, illetve kamerarendszert telepítenek. A Vörösmarty iskola esetében azonban lelátót is terveznek a focipálya mellé. A Kapocskéttan nyelvű iskolában az öltözők felújítására több mint 8 millió forintért pályázik az önkormányzat. De két sporttelep is részesül a támogatásból. A Bókai kert területén lévő strandlabdarúgó pályára mobil lelátó telepítése a cél, míg a Maléves C-vel közösen a Vilmos Endre Sportcentrum világításának korszerűsítésére nyújtották be a pályázatot. Ezek az amúgy is szükséges felújítási munkálatok így most az önkormányzatnak sokkal kevesebbe kerülnek, hiszen ha elnyerjük a TAO rendszeren keresztül a pályázatot, akkor az önrészt kell csak finanszírozni, ami az összberuházás 30%-a, és a 70%-ot pedig a pályázati forrásból tudjuk majd megvalósítani. A beruházásokra a tervezett összköltség csak nem 70 millió forint, melyből az önkormányzat megközelítőleg 21 millió forint önköltséggel járul hozzá a fejlesztésekhez a 2017-es költségvetés terhére.